Ez a Frankó TV, az első felvidéki magyar sportcsatorna, a Csallóközönösi Kócámor sportcsarnokban most már kicsit lehiggadtak a kedélyek, bár még néhány vérmes drukker mindig a játékvezetőket szidja, talán némi joggal. Kérdezem a hazaiak edzőjét, Peter Talárt, hogy ő hogy látta, hiszen egy gólos vereséget szenvedett a csapat. Ennyire belenyúlt a meccsbe a bíró? Takže diváci se stěžují na rozhodcovský výkon, prehra o gól, prakticky celý zápas takmer sa hralo, buď v nevýhode alebo v výhode, proste prehra o gól, ale ten rozhodcovský výkon tak ovplyvnil ten zápas. Pýtam sa Petra Talára, domáceho trenera. Tak nebudeme hodnotiť výkon rozhodcov, ja v prvom rade budeme hodnotiť výkon nás. Určite to bol silný súper pre nás, asi najsilnejší v tejto súťaži. Hrali výborne, darmo tie skúsenosti v Hilky, ktoré majú to partizanské, tak určite tu u nás ukázali, aj zúročili, ale ten zápas bol aspoň zaujímavý pre divákov, ale pre nás s nešťastným koncom. Samozrejme, keď prehráte o gólo, to viac to mrzí. Áno, bolo tam veľa vylúčení, proti takémuto súperovi sa veľmi zle hrá, keď hráme stále v oslabení, či to je v obrane, či je to v útoku. Oni sú dostate skúsení aj vyzrať ten tým na to, aby vedeli tú svoju presilovku zúročiť. Tehát azt mondta Peter Talár, hogy nem akarja a bírók teljesítményét értékelni, inkább a saját csapatára összpontosít. Sajnos az ilyen rutinos ellenfél ellen az nem teszi jót a meccsnek, hogyha nagyon sok a kiállított játékos. Ja som si tak trošku zaregistroval, že Sabo Juli nehrala svoj standard, respektíve vôbec ani nehrala druhý polčas. Som si myslel, že aspoň možno, že má nejaké zdravotné problémy a tak ďalej. Tehát megkérdeztem azt, hogy Szabó Juli nem úgy játszott, ahogy kellett, illetve nem is játszott, talán úgy tűnt, hogy nincs teljesen egészséges állapotban. Takže prečo hrala tak málo, alebo čo, jaký dôvod bol k tomu, že vôbec nehrala druhý polčas? Tak bolo to moje rozhodnutie, ale nebolo to o krídlach. V tú chvíľu, keď som dával, Vilka nastúpila do druhého polčasu, ale boli tam nejaké chyby, nebol to výkon od Vilky, ktorý som ja očakával, tak som vyskúšal na tú chvíľu na ľavú stranu Evelyn Dohňancovú, napravo hrala Tamara, ale nebolo to o krídla. Oni v podstate z tých svojich šancí, ktoré mali tie góly, dali v tú chvíľu a aj v tej obrane to nasadenie sa mi zdalo byť v tú chvíľu väčšie. Aj lepšie, Julka mala výbornú celú jeseň, že nehrala druhý polčas, no v tú chvíľu som sa rozhodol pre tie krídla, ktoré na ihrisku boli a nejakú obrovskú chybu obidve neurobili. Tak ako som sa rozhodol. Tehát ugye Szabó Julit hiányoltam az ő teljesítményét talán, és hát a második félben ő főleg nem is játszott, ezt kérdeztem, hogy talán mi volt ennek az oka, azt mondta Peter Talár, hogy ezt ebben a szituációban ő úgy látta, hogy ennek a két szélsőnek ad lehetőséget. Juli fantasztikusan játszott az egész ősszel, most ezen a meccsen így döntött. A két szélső nem hibáztatja a vereségért, nem ezen múlott, ebben a pillanatban így döntött. Hát aztán meglátjuk, hogy mi lesz a következménye. A posledná otázka, az utolsó kérdésem pedig az, hogy ugye Klaudia Michnova egyszerűen egy extra klasszis játékos, akit nem lehet tartani, nem lehetett volna talán őt őrizni személyesen. Tehát a posledná otázka, ten zápas prakticky vyhrala jedna hráčka. Tak povediac, lebo toľko gólov, akože Klaudia Michnova, to je podľa mňa nepatrí do tejto súťaže, určite patrí do vyššieho levelu. Nedalo sa nejak zabrániť, alebo aspoň polovicu gólov, lebo proste podala fantastický výkon. Dala veľa gólov zo 7-metrových hodov, to je jedna vec. Druhá vec, súhlasím s vami, že je to hráčka, ktorá nepatrí do prvej ligy určite. Keď nie, minimálne v Hilku, keď nie, tak určite nejaké iné európske súťaže alebo kvalitnejšie ligy, na ktoré ona určite má. Sám sa čudem, čo tu robí v tejto lige. Určite je výborná hráčka, pripravovali sme sa na ňu. Žiaľ ukázala, prečo je asi najlepšia momentálne v lige, ale len toľko by som povedal, že aj keď videli ste chybu, sme skúsili na ňu osobne hrať, ale oni jednoducho vždy dokázali nejako nás prečísliť tým pádom a ten gól dať, ale keď bol ten väčší dôraz, vedeli sme tú hráčku zastaviť, akmile sme jej trošku nechali priestor, už aj tou svojou kvalitou vedela využiť a bohužiaľ
buď vedela správne prihrať, z čoho bol 7-metrový gól, z čoho jej sa neskutočne dneska darilo, alebo išla tam sama a tie góly dala, takže... A na záver? Dneska lepšie, no boli jednoznačne partizánske, bolo o ten gól lepšie. Takže prehra o gól brzy určite, ale ja si myslím, že budú aj také zápasy, lebo na to váš tým má sílu dostatok, že v podobných zápasoch bude lepší koniec pre Zlatnú a takéto možno derby zápasy Zlatná vyhrá možno na Interi o gól, takže ďakujem Petrovi Talárovi. A ja veľmi pekne ďakujem aj všetkým divákom Franko TV. Ďakujem. Táto z útolšou kérdéša Mozvolt, hogy mich novál, ugye megnyertettalás. Egyedül a mérkőzés, hiszen annyi gólt lőtt, igaz a többséget hetesből, átlövésből, bárbiből, nem lehetette volna rá személyi őrzőt az egész meccsen játszani. Hát azt mondta Peter Talár, hogy egyetért velem abban, hogy egy ilyen játékos nem is érti, hogy mit keres az első ligában, minimálisan legalább egy osztállyal feljebb kellene játszani a cseh-szlovák közös ligában, vagy esetleg bármilyen európai csapatban. De hát egyszerűen ma jobb volt az ellenfél szerinte Michnovával együtt. Hát Michnova egy extra klasszis, nem lehet őt tartani, próbálták, de nem lehet. És a végén még azt kívántam Peter Talárnak, hogy ugye majd lesz egy olyan szoros derbi meccs az első ligában, amit talán ők fognak egy góllal megnyerni. Lehet, hogy az Inter pályán csinálnak egy bravúros meglepetést. Csallóközaranyosról a Frankó TV-t látták a Kócámol sportcsarnokból. Csallóközaranyos Simony 24-25. Csallóközaranyoson egy kis harag, egy kis düh, egy kis csalódottság, de a közönség megtapsolta a hölgyeket teljesen megérdemelten a vereség ellenére is.